A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ebben az évben is megrendezte Mezőfalván a szántóföldi napok keretében az agrárgépsót. Az elmúlt héten erről beszélgettünk Zászlós Tiborral, a Vendéglátó Mezőföld ZRT vezérigazgatójával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökével. Most pedig nézzünk meg egy helyszíni beszámolót az eseményről. Azt hiszem, hogy amikor negyedik alkalommal helyt tudunk adni a NAK szántóföldi napok és gépsónak, mezőgépsónak, akkor ez örömteli dolog. Örömteli, hogy bennünket választott hosszú évek óta a NAK, és reméljük, hogy a későbbiekben is ez fog történni, hiszen ahogy ma bejöttek a bekötő úton és utána ide a kiállítás területére, akkor mindenki láthatta, aki előző években is már részt vett ezen a kiállításon, hogy bizony számos változás történt, és próbáljuk a kényelmesebbé, komfortosabbá tenni a környezetünket a kiállítók számára. És amikor megkérdezik tőlem, hogy vajon miért költünk erre, hiszen ez nem kevés forintba kerül nyilvánvalóan, akkor azt tudom mondani, hogy ez a rendezvény nagyon jó Mezőfalvának is. A marketing értékén túl itt mi közvetlenül elsajátíthatjuk azokat az ismereteket, amivel a betőmagtermesztők vagy éppen a gépkiállítók rendelkeznek, és magunkévá tehetjük azt a tudást, ami másút nem biztos, hogy maradéktalanul, nem így összegezve rendelkezésre áll. Ez rendkívül fontos előny, nem beszélve arról, hogy mi is megmutathatjuk magunkat nem csak a sátrunkba, hanem óhatatlan, hogy aki idejön, az kívülről látja a tábláinkat, de ha csak a állógépparkot nézzük és a mögötti repcetáblánkat, akkor nem csak a mezőparcellákon tájékozódhat a repcetermesztésről, hanem úgymond idézőjelben nagytáblás kísérletbe, bár ez nem kísérlet, hanem termesztés, is láthatja, hogy ez az év mit hozott a maga éghajlatváltozásával és mindennel együtt. És amikor erről beszélünk, akkor itt a beszállítók, mezőgazdaság, input anyag forgalmazók vonatkozásába azért szeretném jelezni, hogy ez a rendezvénytér egész évben áll bárkinek a rendelkezésére, nyilvánvaló NAK-kal együtt megbeszélve, hiszen a megközelíthetősége is jó, a parkolási lehetőségek is most már igen jól elfogadhatók. Tehát lehet gondolkodni rajta, hogy hogy töltsük tovább ennek a térnek a funkcióját. És ha már mezőgazdászként szóhoz jutottam, akkor én bevezetőben nem akarok hosszan beszélni, hiszen mögöttem is és előttem is olyan mobilitások vannak, akik az agrárium színe javát képviselik, és hát nehéz is megfogalmazni dolgokat, de két fontos dolgot emelnék ki, egyik a tudás és az összefogás. Tudásra mindig azt szokták mondani, hogy a cselekvés nélküli tudás az álom. De a tudás nélküli cselekvés viszont rémálom. És tudjuk jól, hogy a magunk szerzett tapasztalat az nagyon jó, csak időnként nagyon sokba kerül. Tehát igen fontos az, hogy ma, amikor itt vagyunk, akkor mindenki láthatja azokat a korszerű technikákat, láthatja azoknak a szavaknak a tartalmát, amit itt a bevezetőben hallhattunk, és
meg tudja valósítani nem csak az álmát, hanem a gyakorlatát. A másik dolog az összefogás. Összefogásban nem a tészekre, bészekre és egyébre gondolok, hanem arra a fajta összefogásra, ahol különféle szakmaközi szervezetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, nyilvánvaló az állami szervezetek, köztük a minisztérium is összefog jó értelemben a gazdák érdekébe. És erre nagyon-nagyon szép példákat láthattunk az elmúlt években. Igenis azt kell mondani, hogy a minisztérium nyitott fülekkel meghallja a gazdák és a szervezetek szavait. Ezt kell folytatni, és ki kell használni, hiszen az a pénzösszeg, ami most az agráriumban rendelkezésünkre áll, egyáltalán nem mindegy, hogy hogy kerül felhasználásra. És ezek a szakmaközi szervezetek, a állami szervezetek és nyilvánvaló Nemzeti Agrárgazdasági Kamara készségesen áll azoknak a rendelkezésére, akik segítséget kérnek e tekintetben. Én hiszem, hogy ez a mai rendezvényen mindenki megtalálja azt, amiért ide eljött egy vagy két nap alatt, hiszen mindenki saját belátása szerint töltheti itt az idejét, és otthon elgondolkodva, majd pedig vásárolva a legkorszerűbb technológiákat tudja bevezetni. Ami még fontos, azért kell ezt megtennünk, mert a világ élvonalába kell tartoznunk a mezőgazdaság vonatkozásába, és tudjuk jól, hogy szélsőséges környezetvédők lassan már a növényt a növényvédőszertől akarják megvédeni, de nem a rovaroktól és gombáktól. Tehát az összefogás arra is kell, hogy bizonyos szélsőséges vadhajtásokat helyére tegyünk, és újból ismert legyen az emberek számára ez a csodálatos tevékenység, ami most még inkább fölértékelődik itt a háború és bizonyos áremelések gondolatába, és szerintem az alkotó gazda elfoglalhatja méltó helyét a társadalmi ranglétrába és a társadalomba. Ezért kell ez az összefogás. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Az első gondolatom az volt, mikor beléptem a kiállítás területére, hogy a rendszerváltáskor irigyeltük a nyugat-európai gazdákat, hogy milyen fantasztikus kiállításokat tudnak szervezni, milyen fantasztikus rendezvényeket tudnak szervezni. Most mi büszkék lehetünk arra, hogy az kiállítások sorában ez a kiállítás Nyugat-Európában, sőt világviszonylatban is egy fantasztikus siker. Annak érdekében merem ezt mondani, és azon az alapon, hogy tulajdonképpen itt a gazdák helyzetéhez igazodva, az emberek igényei szerint nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is nem csak megtekinthetik, hanem be is mutatják azokat a folyamatokat, amik nélkül nem lehetek sikeresek. Hosszan lehetne beszélni arról, hogy milyen fantasztikus fejlődés következett be az elmúlt időszakban, hogy a precíziós technológiák mit jelentenek a számunkra, de fölösleges beszélni, hisz mindezt ma itt a gyakorlatban tekinthetik meg. Azt gondolom, hogy a vízgazdálkodás, amiről Györfi elnök úr szól, talán ez az egyet egy picit engedjenek meg, részletesebben szóljak róla. Ez az alapja az elkövetkező időszakban annak, hogy az erőforrásainkat maximálisan kihasználjuk. Nekem az a meggyőződésem, hogy ha ezt a felszíni vizek megfogását, ennek hasznosítását megvalósítjuk, akkor az agrárkibocsátásunkat nagyon jelentős mértékben meg tudjuk növelni, ha nem, akkor viszont egy nagyon komoly veszteséget szenvedünk el már rövid időn belül is. A lehetőség adott, azt hiszem a szakembereink minden megoldást biztosítanak a számunkra, azt gondolom, hogy egy összefogáson múlik. Azt pedig csak akkor tudjuk igazán nemzetgazdasági szinten hasznosítani és kihasználni minden lehetőséget és erőforrást, ha ezt az ügyet társadalmasítjuk, ha ezt a gazdák bevonásával és összefogásával valósítjuk meg úgy, hogy olyan szakemberek és olyan cégek állnak mellénk, akik itt ma megjelentek, mint a Harsányi Zsolt elnök úr és csapata, és az itt kiállító nagy olyan gépforgalmazó cégek,
akik eddig is partnereink voltak, és ezután is a szakmában képviselnek bennünket. Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, mindenkinek, aki munkát, energiát tett ennek a rendezvénynek az előkészítésébe, hogy valóban ezt a Magyarországon szinte egyedülálló rendezvényt számunkra itt összehozták. Szeretném önöknek megköszönni azt a munkát, amit a gazdaságukban, vállalkozásukban azért végeztek és végeznek, hogy Magyarországon az ellátás biztonsága, az élelmiszer ellátás biztonsága stabil, kiszámítható és tervezhető legyen. A kormányzat számára az elmúlt időszak egy nagyon komoly felhatalmazást jelentett annak érdekében, hogy megvédjük mind az országot, mind pedig a családokat attól a határainktól nem messze dúló háborútól és hatásaitól, amelyek bizony a mindennapjainkban itt vannak. Tapasztalatunk van, hiszen hát a koronavírus járvány kezelése sajnos nagyon sok olyan a válságok kezelésében szükséges tapasztalatot halmozott fel nálunk, amelyet most is hasznosítani tudunk. És látszik is, hogy vannak olyan hasonló tünetei, olyan hatásai mostani eseményeknek, amelyek az elmúlt években is velünk voltak, hiszen hadd említsem csak az ellátási láncok megszakadását, amely lényegében az elmúlt években velünk volt, és most a háború miatt viszont hatványozottan érezzük ennek a hatását. Hiszen mindaz, ami a gabonapiacon, a műtrágyapiacon, vagy akár az építőipér alapanyagok az acél piacán történik, az most bennünket, a mezőgazdaságból élőket, az élelmiszertermelést, az élelmiszer ellátás biztonságát sokkal durvábban, sokkal erőteljesebben érintik. Éppen ezért, és látjuk azt is, hogy, és nyugodtan mondjuk el ezt is itt a szántóföldi napokon, sokkal szelektáltabban is hat az agráriumra. Értem ez alatt, hogy bizony mindazok az extrém árszintek, amelyek ma a gabonapiacon láthatóak, bizony sokaknak öröm, sokaknak nyereség, de ha az abrakfogyasztó ágazatainkat nézzük, akkor bizony kőkemény nehézségekről és nagyon nehéz helyzetről, nehéz helyzetet láthatunk. Éppen ezért érdemes arra odafigyelni minden magyar gazdálkodónak, hogy az a tapasztalat, amelyet most látunk az állattenyésztésben, az mások számára is intő lehet. Az integráltság, az együttműködés esélyt ad, egy mentővet adhat annak, hogy könnyebben átvészeljenek egy-egy ilyen hullámvölgyet a vállalkozásaink és a gazdaságaink. Hiszen bármikor, bármelyik ágazat kerülhet hasonló helyzetbe. Éppen ezért fontos az összekapaszkodás, az együttműködés és az integráció. És pontosan ez az időszak, amikor van esély és lehetőség arra, hogy minden gazdálkodó egyfajta alkalmazkodási stratégiát vázoljon fel a saját maga számára. Hiszen mindenki a saját bőrén érzi, hogy optimalizálni kell az input anyag felhasználását, legyen szó üzemanyagról, műtrágyáról, vagy éppen növényvédőszerről, és mindenki a saját bőrén érzi, hogy az energia felhasználását ugyanígy optimalizálni kell. Nem véletlen, hogy nagyon fontosak számunkra azok a fejlesztések, amelyek ezekben tudnak segítséget nyújtani valamennyi gazdaságunk számára. Ez lényegében egy, ha úgy tetszik, egy üzleti alkalmazkodási stratégia. De szükséges egy másik, ezzel egyenértékű stratégiát is mindenkinek a maga számára megalkotnia, amely a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás stratégiáját jelenti. Hiszen ennek hiányában, ennek elkerülésével lényegében a saját termelése, a saját termelési eredményei, középtávú eredményei előtt rontja a jövőt. Éppen ezért fontos a vízvisszatartással összefüggő gyakorlatok, a talaj élet biztosításával összefüggő gyakorlatok alkalmazása, a fajta használat, amire itt is rendkívül sok kiváló példa lehet, az erózióvédelem, és sorolhatnám mindaz, ami ahhoz kell, hogy a föld, a víz, a talaj, mindaz, ami nekünk, a lételemünk, amelyből a termelésünk fakad, biztonságban legyenek, állapotukat fenntartsuk és megőrizzük. Éppen ezért fontos ez a szántóföldi napok is, hiszen ahogy elnök úr is utalt itt néhány programra és lehetőségre, lényegében
az ezekkel összefüggő működőképes gyakorlatok, a működőképes technológiák itt megismerhetőek, megtapasztalhatóak. És bizony a másik része is ugyanilyen fontos, ez a változási kényszer, ez az alkalmazkodási kényszer és stratégia alkotás azt jelenti egyébként a gyakorlatban, hogy nem érdemes a megszokás talaján maradni. Nem érdemes úgy gondolkodni, hogy úgy csinálom, ahogy csináltam 10 éve, 5 éve, sőt már az sem, ahogy 2 éve, hiszen olyan gyorsan változnak a körülményeink és a viszonyaink. Ha megszokás alapon maradnánk, az lényegében csak a panaszkultúránk megerősödését és megalapozását jelenteni. A megújulásra van szükség, és ezért is indult el tavaly a Megújuló Vidék, Megújuló Agrárium program, amely ezt a szellemet szeretné hazai agráriumban erősíteni. Értéket szeretnénk teremteni, a technológiai forradalmat alkalmazását támogatni, és bizony a környezeti fenntartatósági feltételekhez való megfelelést ösztönözni és segíteni. Hiszen mi az ösztönzésben, és nem pedig a büntetésben hiszünk. Ezt az összes Európai Uniós tárgyalásainkon alapelvként képviseljük. Ennek is köszönhető, hogy önök a tavalyi évben 1,2 millió hektárral jöttek be agrárkörnyezetgazdálkodási programba, amiből egyébként 940 ezer hektár szántóföld. Ennyi területen fog egy környezettudatosabb gazdálkodás megvalósulni ennek a programnak a keretében, és ennek köszönhető, ennek a gondolatnak, ennek a filozófiának a jegyében, hogy a precíziós támogatásnál 7000 olyan helyspecifikus gazdálkodásra alkalmas erő és munkagépet támogatunk az önök számára, ami ezt a típusú versenyképesség és fenntartatósági szempontokat ötvözi. De mindez csak megerősíti mindazt, hogy ehhez folyamatos tanulás, folyamatos megújulás szükséges. És különösen így van ez, hiszen 2023. január 1-ével egy új közös agrárpolitika ciklusba fogunk lépni. Az, hogy ez hogyan fog kinézni, erről minden napig tárgyalunk, és tárgyalásokat folytatunk kint Brüsszelben. A célunk az világos és egyértelmű, hogy idén nyáron, még augusztus előtt egy olyan elfogadott stratégiai tervünk legyen a 2023-27 közötti időszakra, ami egyszerre szolgálja a versenyképességi és fenntarthatósági feltételeket. Látjuk azonban, és ez nem újdonság az agráriumban élők számára, az elmúlt 3 év lényegében erről szólt, hogy ezek a zöld környezeti feltételek erősödése bizony komoly tudásbeli investíciót jelent. És ezért fontos az a szántófüldi napokon túl, hogy a kamarával közösen egy olyan támogató hálózat felállítását és működtetését tervezzük és készítjük elő, ami pontosan ennek a feltételeknek való megfelelésében tud segíteni kisebb és nagyobb gazdálkodót egyaránt, hiszen ehhez bizony pontosan azoknak az innovációknak és működőképes technológiai elemeknek az ismerete szükséges, amely nem feltétlenül van meg helyben egy gazdálkodónál. És valljuk meg azt is, hogy erre különösen azért is szükség van, mert bizony ezek a szigorítani tervezett környezeti feltételek a kisebb gazdálkodók számára jelentenek arányaiban nagyobb terhet. Ezért fontos rájuk odafigyelni, ezért fontos segítséget adni, és ezért fontos, hogy ebben közösen erőfeszítéseket tegyünk. Van ennek természetesen egy a mostani háborús helyzet miatt kialakult ellátás biztonsággal összefüggő néhány olyan fellángolása a brüsszeli politikának, amely ad némi engedményt az európai és a magyar mezőgazdaságnak is. Ennek volt köszönhető, hogy önök a parlagon lévő területeiket idei évben művelésbe is vonhatták. Ez összességében 30-40 ezer hektár terület művelésbe vonását jelentette az idei évben, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez 2023-ban is majd valamilyen formában folytatódni fog tudni, hiszen jelen pillanatban az ellátás biztonság, a termelés biztonság igényei, a feltételeinek a biztosítása kell, hogy az alapvető gondolat legyen az európai döntéshozók fejében is. Mi arra készülünk, úgy készülünk a közös agrárpolitika stratégiai tervünkkel, úgy készültünk önökkel közösen, és alkottuk meg a programunkat, hogy mindemellett abban az értékteremtő, eredménynövelő fejlődési vonalon menjünk tovább, amelyet jellemezte a magyar mezőgazdaságot az elmúlt 10 évben. Nem véletlen, hogy a támogatási programjainkat
a gondolatainkat, az intézkedéseinket úgy hangoljuk és úgy alakítjuk, hogy ennek a technológiának, ennek a tudásnak, az önök tudásának felhasználásával a következő időszakban, az új agrárpolitikai ciklusban lényegében tudjuk az egy hektára jutó termelékenységet felével, vagy akár a munkatermelékenységet duplájára növelni. És ez azért fontos, mert ebben a versenyben, amelyben benne vagyunk, és amely a következő években sem fog csillapodni, ezzel a termelés, termelékenység növekedéssel fogunk tudni érdemben versenyben maradni, és tudunk nem csak hogy felzárkózni, hanem akár a szomszédos jelen pillanatban sokszor velünk egy szinten lévő versenytárs országokat, az ő gazdálkodóikat egy jó értelemben vett versenyben megelőzni. Úgyhogy ebben az előzésben és ebben a munkában kívánom azt, hogy a szántóföldi napok töltse be a funkcióját, adjon hozzá tudást, adjon hozzá technológiát, ismeretet. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Agrárinfóval a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt fogunk találkozni. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.